Szeptember 9-e és 11-e között rendezik Szekszárdon a Művészetek Fesztiválját, melynek a Babits Mihály Kulturális Központ ad otthont. Előadásokon, kiállításokon és koncerteken is részt vehetnek a kilátogatók. A programsorozat első napján a Megyeri János szobrászművész, a Tolna megyei kötődésű Lázár Ervin egyik legnépszerűbb meséjének, a négyszögletű kerekerdőnek a szereplőit megformáló, életnagyságú figuráit tekinthetik meg az érdeklődők. Tehát az öt projektnek ez a legnagyobb rendezvénye, ami egy háromnapos összművészeti fesztivál. Ennek a programjának az összeállításánál nagyon fontos szempont volt, hogy a megyei értékekre is koncentráljunk, így a három nap során nem csak országosan elismert előadó művészek lesznek, hanem megyei fellépőink is a megye minden részéről. Igyekszünk minden korosztálynak nyújtani valamit, így a gyerekeket céloztuk meg a Lázár Ervin programmal. A háromnapos rendezvényen többek között Grecsó Krisztián, Rutka Róbert és Nyári Krisztián is színpadra áll. Ezen kívül zenés és táncos produkciók is gondoskodnak a jó hangulatról. Fellép még a Kaláka Együttes és a Vari Dance, de rendhagyó irodalomórán és filmvetítésen is részt vehetnek az érdeklődők. Ez a fesztivál is most már szervesen illeszkedik abba a folyamatba, amit a megyei közgyűlés, illetve megyevezetése a munkatársakkal közösen immár a második ciklusban készíti. Tehát összesen ez azt jelenti, hogy immár hatodik-hetedik éve csináljuk ezt a folyamatot, aminek az a lényege, hogy a Tolna megyei közösség fejlődése az töretlen legyen, és segítsék egymást a hétköznapi problémák átvészelésében. A fesztivál minden programja ingyenesen megtekinthető. A Kaláka és a Vari Dance előadásaira viszont regisztrációs jegy szükséges, melyet a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában vagy telefonon lehet igényelni.